Az újabb kinezioteppel foglalkozó videónkban a boka rögzítésével, illetve a lábszár lazításával fogunk foglalkozni. Előtte azonban nézzünk át néhány fontos tudnivalót a boka sérülésekkel kapcsolatban. A boka sérüléseknél általában a sérülés irányát tekintve a külső szalagrendszer az érintett, valamint a lábszár külső részén elhelyezkedő izmok fognak megfeszülni. Ilyenkor a boka külső része a szalagszakadások és megnyúlások miatt instabil lesz, a belső oldalon pedig mindezek összeugranak, és emiatt válik ismét instabillá az ízület. Szőrtelenített, zsírtalanított, fertőtlenített területre helyezhetjük fel a szalagokat, az első tépelés pedig a vádli lazító tépelése lesz. A mérést a sarokcsont alsó részétől a lábszár felső részéig végezzük el. Fontos, hogy a páciensnek hasonfekve kell elhelyezkednie egy ágyon, és a lábfejének le kell lógnia annyira, hogy vissza tudja feszíteni majd pipáló pozícióba. Először feltépjük a tépet a bázisánál, majd megkérjük a páciens, hogy feszítse vissza a lábfejét középhelyzetben. A bázist felragasztjuk a sarokra, de figyeljünk rá, hogy egyenletes legyen a ragasztás, mert a felgyűrődések feltörhetik a lábat. A tépet ezek után feszítés nélkül végigragasztjuk a lábszáron. Nagyobb méretű vádli esetén, ugye főleg férfiak esetén nyugodtan alkalmazhatunk kettő vagy több egymás mellett futó tépet. A második tépelés a boka rögzítését szolgálja enyhe bokaficamok esetén, vagy a boka rögzítő levételét követő átmeneti időszakban. Tehát mérésnél a két bokacsúcs, azaz a kül- és belboka közötti távolságot fogjuk megmérni, a ragasztásnál pedig a tépet a közepénél fogjuk feltépni, a páciens lábfeje pipál és középhelyzetben van. Ha esetleg nem tudja középhelyzetbe hozni, ki kell korrigálnunk, ebben a pozícióban ragasztjuk fel a szalagot a sarokcsont közepén 100%-os feszítéssel egészen a boka csúcsokig, a végi részeket azonban feszítés nélkül ragasztjuk le. A harmadik tépelési módszerünk ismét a boka rögzítését fogja szolgálni, azonban ez az előzőnél stabilabb rögzítési módszer. A külső talpszél kétharmadától a belboka csontig mérjük meg a távolságot, és ebből a hozból kell nekünk kettő darab. Ragasztásnál a tépet feltépjük a bázisánál, a lábfejet fiziológiás helyzetbe állítjuk, felragasztjuk a bázist a külső talpszél kétharmadának határára, gyűrődésmentesen, mert ugye ez ugyanúgy feltörheti a lábat, majd megfeszítjük a tépet a stabilitáshoz szükséges erősséggel. Ez ugye lehet 25, 50, 75 vagy akár 100% is. Mivel majdnem körberagasztjuk a bokát, figyelni kell rá, hogy ne szorítsuk el a véráramlást a végtagban. A tép végét a belbokán keresztül ragasztjuk le, a boka belső részén át, a lábfejet megkerülve. A másik tép esetén is ugyanez a módszer, viszont ott a belső talpérről fogunk indulni, és a külbokán átragasztjuk le a tépet.